Igen, az emeldíjas SMS-sel. Halló! Halló! Az ajtón csöngetnek! Ja? Ilyenkor, amikor szállok a... Életedet akarom! Életem téged keresnek! Megmet! Ki a halál? Halál vagyok. Elérkezett az utolsó órát. Jaj, meghozták az óránkat! Na! Mennyivel tartozom? Életetekkel? Egy kicsit nem sok érte. Azonnal beszélni akarok a főnökével. Én vagyok a főnök, a lehelt átok. Hát, nekem teljesen ügyetünk, hogy hívják. Halál vagy. Üdvözlöm! Én meg Bakonyiné. Végzetes halál. Nézze, végzetes úr, nekünk most erre nincs időnk. Különben is tegnap kaszáltam le a füvet. Jaj, apa, ne legyél ilyen tapró. Ő kerüljön beljebb halálul. Megkínálhatom egy pohárka itallal. Már nincs sok időtük hát. Hát nincs is, mert folytatódik éppen a sztárok a jégen, igen. Az idő végtelen, de számotokra a porszemnyi lét véget ér. Ez valami porszívó ügynök? Hamarosan egyesültök a semmivel. Na, nézze, halál úr! Én legutoljára a világ proletárjéval egyesültem. Hagyjalak békét ezzel a pártpolitikai dumákkal! Mielőtt átlényegülnétek. Mi? Ez nem normális. Kívánjatok valami. Jaj, nekem nagyon sok pénz kellene, meg még több, hogy a jövőben... Nincs jövőtök, csak múltatok van. Jaj, én már leszámoltam a múltammal. Csak azért voltam besugó, mert kényszerítettem. Imádkozzatok. Mi csináljam? Imádkozzak! Jó, én Istenem, jó Istenem, becsukom! Halál úr! Legalább egy kupicával az egészségemre! Én nem ihatok senki egészségére! Kár, pedig ez eredeti hungarikum! Lajos, te csak ne hungarikumozzál! Miért? Ez olyan pátoszosan beszél, szerintem fideszes! Nem vagyok fideszes, én a halál vagyok. Hallod, Lajos, ő a halál? Na, akkor vodka uborkával, vörös csillaggal. Ó, ne politizálj, Lajos! Testetek könnyűvé vál. Ó, hatott a fogyókúra. Elernyedtek. Na, a Lajos már vagy 10 éve elernyedt. Miért kell mindent kibeszélni a halál előtt? Szó, nem hagyja el ajkatokat. Mit mond? Azt, hogy fogd be a pofádat. Elnézést! De így nem lehet koncentrálni. Lajos, tessék azonnal koncentrálni! Vágyaitok alább hagynak. Halál úr! Ha maga ránéz a feleségemre, nem hagynak alább a vágyai? Miért? Nem vagyok elég kívánatos? Na jöjj a halál úr! Én nem flörtölhetek földi személlyel. Ki mondta, hogy flört? Adja a kezembe a kaszát! Nem adom, ez a halál kasza. Sötétség borítja elméltek. Hallod, nagyon sötétség borítja az elmédet? Lassan kihűl egész testetek? Hát persze, mert aranka spórol a fűtéssel. Ahelyett azt a vén szipirtyót vinné valami intézetbe. Látja, halálul, hát így beszél az édesanyámról. Édesanyád? Csak hogy engem cukkoljon, cukorral szórta be a macskát. Ráadásul a fogatlan pofájával hozzátettem ilyen ízetet a macka. A lélek. A lélek most búcsút vesz a testtől. Na tessék, most megint búcsúzkodik a testemtől. Jaj, te Lajos, én már értem a hűvösséget. Én meg már meg se tudok mozdulni. Lehet, hogy mi tényleg meghalunk? Na de most, amikor éppen szavazni kell a sztárok a jégen műsorba. Az emeldíjas SMS-sel. Emeldíjas SMS? Ezt megnézem magamnak. Miért? Mert ezek még nálam is jobban kaszálnak.